megjött a hír, megjött a hír, megjött a hír, az örömhír. Megjött a hír, megjött a hír, megjött a hír, megjött az örömhír. Kikeltek a gulipánok, ugyanúgy a tulipánok, tojásból a gulipánok, hagymából a tulipánok, kifognak a gulipánok. Amikor ezt próbálta Kaláka versudvaron a zenekart, akkor jutott eszembe egy parafrázis, mert itt ugye megjöttek a tulipánok, meg megjöttek a gulipánok, és az jutott eszembe, hogy megjöttek a puritánok, és megjöttek a huligánok. És ha már ezt tovább purit, egy puritán, egy huligán, egy puritán, egy huligán, ez egy szép sorminta, és ha már itt Kapolcsra vonatkoztatjuk, akkor kevés olyan hely van szerintem az országban, ahol a puritánok is és a huligánok is megtalálják a számításukat, és hogy ki van írva, hogy only for hooligans, vagy only for puritans, és itt a puritán és a huligán egymás mellett jól elbulizik. Három településen, Vigán, Petén, Csoronpusztán, Talján, Dörögdön és Kapolcson, több mint 1000 program, 1500 fellépővel vagy fellépőcsoporttal, és összesen 55 helyszínen. 10 napig tart a Művészetek Völgye. Hát ami a összefogásról, az együttlétről, erről a különleges 10 nap az erről kell, hogy szóljon, és természetesen a művészetről, a kultúráról, és az újításokról, az innovációról. Az újítások a hagyományos udvaraink mellett, Pajabe, a Hobó udvar, Kaláka udvar mellett újabb udvarokat nyitottunk, így a Harcsa Veronika és jazz zenész barátai, külföldiek és magyarok egy külön udvart kapnak, és a Design Terminál, mint a magyar startuposok, az újítók, fiatalok, pedig bemutatják azokat az újításokat, akár a mobil alkalmazásoktól kezdve sorolhatnám a sort, amelyen itt ez a fajta kreativitás jelen van az idén a völgyben, mint újítás. Ki is találtunk egy új szót, maga ez is egy innovatív szó, mégpedig a traditív, ez elmondom még egyszer, egy szót is kitaláltunk, egy szó összetételt, tradivatív kapolcsozás. Ebből a tradivatív, a tradíció és az innováció összevonásából adódik, a kapolcsozás nem mi találtuk ki, hanem ezt egy 6 vagy 7 évvel ezelőtt hallottam először a közönségtől, hogy jaj, de jó, jöhetünk újra kapolcsozni, megyünk kapolcsozni a családdal. Kérem szépen, ennél szebb egy fesztiválvezető számára nincs, mint hogy igévé válik egy településnév, ahol 24 esztendeje, 24-szer volt már idáig a fesztivál. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, that's how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Nagyon izgulok, nagyon nagy megtiszteltetés ez nekem, és óriási örömmel vállaltam el. Úgy érzem, hogy elég izgalmas programot állítottunk össze. Minden nap lesz 2 koncert, lesznek külföldi fellépők is, a Club de Belugas vagy Eric Truffaut is ellátogat az udvaromba. Emellett pedig a Magyar Írószövetség programjai lesznek délutánonként, illetve interaktív workshopokat is tartunk, nem csak zenészeknek, hanem bárki érdeklődőnek. Mennyivel lesz másabb így a völgy élet, mert azért nem először vagy itt a völgyben. Mennyivel lesz másabb így, hogy nyilván a munka több, hogy egy saját udvart is tudunk. Nagyon más lesz. Hát eddig csak fellépőként, illetve civil látogatóként voltam itt, és most pedig az egész napomat le fogja kötni szerintem az, hogy udvargazda vagyok. Gyönyörű szép az udvarom, úgyhogy ez már egy nagy-nagy pozitívum, hogy fantasztikus környezetben leszek végig, és rengeteg zenész barátom, ismerősöm jön le, úgyhogy nagyon várom, hogy mindenkit vendégül láthassak, és bízom benne, hogy a koncert és nagyon jól fognak sikerülni. Erre bemegyek a katapolcai Tesco-ba. Feltekintek a polcra, de leveszem a gluténmentes műzli szellettet. Virágozzék közöttünk a szeretet. Az országos értékeket a Muharai Hagyományőrző Szövetség színpada adja, ahol különféle magyar és határon kívüli tájegységek dalaival, táncaival lépnek föl a különböző előadók.
a lokális értékeket, vagy inkább azt mondom, hogy a megyei értékeket, pedig az úgynevezett éltető völgy jelenti, ahol 60 környékbeli bakonyai, Balaton felvidéki település kézművesei, őstermelői mutatkoznak be. De hogy még közelítsük a kört, Kapolcson is van mit bemutatni a helyi értékekből, hisz a Kovács Műhely Múzeumunk, a Falu Malom Múzeumunk mellett Szabó Csaba, az ifjú népművészet mestere, kapocsi születésű ifjú néptáncos mutatkozik be, sőt, helytörténeti kiállítást is csinál. Tehát bőven az újítások mellett bőven a tradíció is jelen van, ez alapvető, és evidens itt a művészetek völgyében, és a jövő illetően is ez lesz természetesen. Ez már a második alkalom, hogy a Veszprém megyei értéktár a művészetek völgyében bemutatkozhat egy ilyen kiállítás során. Idén az innováció hatja át a művészetek völgye szinte minden rendezvényét. A Veszprém megyei értékek tára is felsorakozott emellé, hiszen egy virtuális világot alakítottunk ki. A Csigaházban, a Veszprém megyei értéktárba felvett értékek multimédiás eszközök során láthatóak, hiszen mozgóképes formában mutatjuk be azokat az értékeket, amelyek eddig az értéktárba felvételt nyertek, és természetesen aki kézzel is meg akarja fogni, arra is van lehetőség, hiszen itt az udvarban mindazok az értékek láthatók tárgyasult formában is, amelyek már a Veszprém megyei értéktár elemei. A 10 nap során minden egyes érték gazdái, minden nap itt a házi gazdái is lesznek ennek a kiállításnak. Ennek megfelelően minden délután van lehetőség arra, hogy az egyes értékekkel megismerkedhessenek a látogatók. Minden érték gazdája kitalált valamilyen játékot vagy közönség szórakoztató programot, amely által igazából az érték belső tulajdonságait vizsgálhatják a látogatók, és ha erre van lehetőség, akkor megízlelhetik, megkóstolhatják, megszagolhatják, vagy ha éppen csak arra van lehetőség, akkor egy házi mozi keretében megnézhetik azokat a filmeket, amelyek ezekről az értékekről szól. Talán az egyik olyan, ami az ízvilágot jeleníti meg, az a balatoni halászlé, hiszen nem csak a receptje olvasható a kiállítás során, hanem mester szakácsok segítségével meg lehet kóstolni az igazi balatoni halászlét. Talán a másik olyan, amely valóban virtuális szempontból is, meg látvány szempontjából is fontos lehet, az a herendi porcelán bemutatkozása. Herendi mesterfestők testre festenek herendi motívumokat, mintákat, úgyhogy ebben az esetben szerintem mindenki haza is viheti majd ezt a herendi motívumot, vagy a karján, vagy éppen ahova szeretné. Ez a téma, hogy szaladnak a madarak, gyere már erőd! Szaladnak a madarak a tetőn, 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 leverik a cserepeket, beázik a ház, leverik a cserepeket, beázik a ház. Indulhat? És rendesen toljátok, szaladnak a madarak a tetőn, a szöveg Márt István Csörgön kísér. És azt szeretném elmondani, hogy ez rock and roll-ba kell nyomni, jó? Tehát szaladnak a madarak a tetőn, mehet? Egy, két. Egy, két, há, és szaladnak a madarak a tetőn, 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 leverik a cserepeket, beázik a ház, leverik a cserepeket, beázik a ház. Látok még néhány szégyellős mentőszolgálatos, meg médiás kollégát, úgyhogy azt szeretném kérni, hogy a fotók, ha megvoltak, vagy ha minden, tehát mindenki kapjon masszást, jó? Ez az még ott, tehát napon is látom, hogy nincsen pacsi.